Let's go.
és itt van, mint a 105. futamányérádon, egy elég érdekes hétvégén vagyok túl, nagyon nagy forróságban, rengeteg csatával, futam győzelemmel, nem esély, hogy alakult ez a hétvégén. Nagyon jól indult, szerintem az év versenye volt az én szempontomból. Úgyhogy nagy reményekkel vágtam meg az elődöntőnek is. Előtte tudtam menni egy abszolút hetediket, úgyhogy századdal lemaradva hatodikra, úgyhogy elég jól éreztem magam az autóban most. De sajnos hát harmadik helyre tudtam feljönni a rajtnál, viszont az első ugratónál letört a főtengelyjeladó, és az autó megállt, úgyhogy sajnos így elbúcsúztam az elődöntőtől, de végül is technikai sport. Viszont összességében azért pozitívan zárom, mert a lényeg az az, hogy egyre jobban ismerem az autót. Tehát itt már azért egy-két hiba becsúszott, de már nagy tempónál, úgyhogy kezdjük egymást szeretni. Közel voltál a döntőhöz, valami műszaki probléma történt a végén? Igen. A egyes kanyarban levő ugratón, amikor földet értem, letört a motor aljáról a jeladó, és leállt a motorom. Köszönöm szépen, egy hosszabb nyári szünet következik ez alatt. Mi a cél? Hát augusztusban minden hétvégén teszt, és aztán ugye Mária Polcs a következő, úgyhogy ott már szeretnék azért dobogóra állni. Köszönöm szépen, minden jó pihenést kívánok! Köszönöm! Köszönöm.